Sziasztok, fiúk, lányok, köszöntelek benneteket, ez itt a Hearthstone, és a mai napon egy pap paklit szeretnék nektek megmutatni, ami csak szimplán a sárkány pap névre hallgat, és hát nevéből adódóan nagyon sok sárkány, főleg Black Rock Mountain-es lap van benne, ó, rögtön első körben egy kromágus, hát azzal nem sokat fogok kezdeni. És az elmúlt néhány videóhoz hasonlóan most is 2-3 mérkőzést fogok lejátszani, remélhetőleg nyerek is belőlük néhányat, és ezt követően megmutatom a paklit, úgyhogy mindenki meg tudja nézni, le tudja másolni, ki tudja egészíteni, stb. 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 Majd pedig ugye bontok szám szerint 2 darab kártya paklit, úgyhogy még lesz egy kis izgalom is a végére, hogy vajon sikerül-e egy új legendás, vagy valamilyen epic, vagy jobb lapra szert tenni, vagy pedig sem. Az előző videóban nagyon jó kis lapot kaptam a végén. Tényleg ott is azt hiszem 2 vagy 3 paklit bontottam, mindegy, de egy legendás lap leesett, aminek én baromira örültem, és remélhetőleg most is legalább azért egy jobb kártyára fogok tudni szert tenni. Na. Nem is tudom. Igazat megvalva most ezzel a kártyával, most bajlódjak-e vagy sem, ez itt a nagy kérdés. Jó, bajlódok. Inkább kontrollálom a csatamezőt. Na, a sárkány papnak egyébként tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jó szinergiái vannak, és ráadásul szerintem tök poén vele játszani. Jó, valószínűleg a kleriket üti le. És még egy mana kristály, és egy Haunted Creepert kihív nekem. Ó, szegény sárkányom, szegény. Na, viszont semmi gond, mert van másik. Na nézzük először is. Stop distracting me. Jó, először ráhillelek. Jó, vélem választottját megkaptuk. És ez a totem nem kell neki. Jó, ezzel meg akkor támadok, jobb lesz a békesség. Ezzel az 1-2-es pókkal most nem hiszem, hogy komoly károkat tudna okozni. Lehet, hogy van egy Lightning Stormja. Nem, Flame Tongue Totem. És egy Earth Shock. Mit csinál ez? Ó, de ügyes húzás. Bár mondjuk ez volt szerintem az utolsó nagy kombója. Ha minden jól megy. Ó, és akkor jöttnek a Blackwing Corruptorok. Ez csúnya lesz. Jó, akkor ezt itt le gyakjuk. Ezzel meg akkor most már az arcát támadjuk, ez az 1-1-es pók most már tényleg nem okozhat komoly károkat, főleg hogy a... Vagy mégis? Bár nem hiszem, mert még nem tudja leütni. Ja, de azt le tudja ütni. És akkor egy Piloted Shredder. Na nézd már, csak okoz ez károkat a végén nekem. Na jó, hát akkor leütjük ezt. Na mit kap cserébe? Azt hiszem az ellenfelem egy kicsit ideges. A legjobb napot kaptam, amit kaphattam volna. Ó, Sylvanas. Windrunner. Személyesen. Hoj, hogy oldjuk meg. De jó szövege van. Death to the Pretenders. Jó, és... kirakjuk őt. Sok baj nem történhet szerintem. Most egy kártyámat elcsaklizza a 4-ből. Jó, kapott egy leprás gnómot, az még úgy elmegy. Azt kihíleljük. A következő körben meg lehívom Kromágust. Ha még jönne esetleg egy sárkány varázsló, az még jó lenne. Jó, valamelyiket leüti, igen, csak ne a sárkit. De a sárkit vette el sajnos. Na nézd már! Ó, hogy felépítette ott a kis védelmét. Na jó, akkor... Akkor azt csináljuk, hogy... Hol le?
jó, ennek 5 HP-ja van, legyen még egy kicsit több, és akkor húzok még egy lapot. Az úrsárkány, az is jó, akkor kezdjük el leütni a farkasait. Most 2 mana mínuszban van, ugye? Nekem meg még itt van a sárkány, itt van a Bloodlust, sajnos az elpusztult. Na nézd, már egy healbot is lejött a végén. Na, akkor, jó, az a tündérsárkány az jó. Jó, ha van. Lejött egy Izera, nagyon jó. Akkor ezt így fogjuk csinálni. Ebbe meg azért hílelek egy picit, hogy azért nehogy már ezzel az 1-1-es sírint totemmel üsse le. Az úgy nem lenne túlságosan jó érték, arány. Na, csak ne... Ó, Crackle! Jó, akkor sajnos az azúsárkányomnak nyista. Azt is leüti, kapok helyette. Hú, taunt, nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó. Jó, azzal ott leütjük, jó. Mit kapok még a nyakamba, jó. És nagyon jó. Nagyon jó. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez így tökéletes. És akkor most jön Izera a játéktérre. Vagy nem is? Nem, Kromágus. Nem szarozok. Ezzel valamit most kezdenie kell, mert utána Izerának a lapjai, mert... Vagy már csak, az nem biztos, hogy húzásnak minősül, de majd, hát ha most kiderül. Na nézd már! Most majd kiderül, hogy az húzásnak minősül-e. Ohohó, Belcher áradat. Jó, akkor jöhet Izera. Jó. Ezt a sárkit azért leütöm, mert zavarja a kilátást. Na és akkor most kiderül, hogy ez húzásnak minősül-e, és akkor duplázza-e Kromágus. Nem, nem duplázza sajnos, de az Emerald sárkány az pont egy jó lap. És ráadásul ez is sárkány, tehát itt újabb szinergia van. Kérem szépen. Ajaj, jó, ne Izerát találd el, légy szíves. Anyád. Na, milyen lapot kapok? Ó, na nézd már! Nordshy klerikek. Jó, ezt kirakjuk. Ezt is kirakjuk. És akkor támadjuk szépen tovább a testét. Hát, ezen a kettős védelmen nem hiszem, hogy át fog törni egy könnyen. Mi a... Magilla gorilla. Ujj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 
Au. Na, mit kaptunk? Jó, akkor... Igazándiból nyertem. Kösz. Ez a sámán olyan ideges típusnak tűnt. Jó, mondjuk... Én sem mondom, hogy nem vagyok egy-két vesztes mérkőzés után ideges, amikor ilyen nagyon lehetetlen szituációból jön vissza az ellenfelem. Vagy hát tényleg most már ugye a Goblin versus Gnome kiegészítővel nagyon sok random faktor került a játékba, még annál is több, mint ami volt. Hát ugye egy kártyajátéknál alapvetően tényleg a lapjárás, a szerencse, a randomitás az nagyon sokat számít, és nagyon fontos tényező, de tényleg még több olyan lap került a játékba. Ó, ez viszont nagyon jó, Dragonkin Sorcerer és Power World Shield, azt meghagyjuk. Tehát amivel tényleg random lényt idéz, random, hogy mennyi lap, mennyi sebzés, minden, és akkor tényleg olyan elmebeteg dolgok születhetnek belőle, hogy volt olyan, hogy egy mágus kapott azt hiszem pont egy Vitality totemet, ami egy sámállap, és azt csinálja, hogy minden kör végén négyet gyógyít a hősön. Tehát azt hiszem pont kapott egy Shredderből egy Vitality totemet, és utána azt én leütöttem, de ki volt egy ilyen titoklap, és akkor duplán visszakapta a kezébe, majd ezt követően volt pofája neki, és az egész lerakta mind a kettőt, ami ugye 8-at gyógyított rajta, aztán az egészre rárakott egy mi ez már,
egy Echo of Medivet, tehát akkor még kettőt kapott, és aztán 4 darab Vitality Totem volt neki a kör végén, ami hát az meg 4x4, azaz 16 gyógyítás volt a hősén. Hát mondanom sem kellett, hogy ki nyert a végén, szóval eléggé vicces volt onnantól kezdve a mérkőzés. Aj, ne bántsd anyád. Jó, mindegy, kihíleljük. Igazándiból ez most arra volt jó, hogy azt a lényit elimináljuk. Ó, Shade of Naxxramas. Hol vannak a sárkányok? Kérem, alásson. Sehol. Hát sajnos le fogja ütni ezt a kleriket. Szomorúság. Ne! Aljasság. Nem igazság. Jó, hát... Igazat megvalva. Aj, de ott van még nála a swipe is, szerintem az nem jó. Egyelőre még nem ez az igazi. Hát akkor most passzolok. Nézd már, milyen agresszív ez a druida. Fenyeget engem. Akkor visszafenyegetjük. Takony. Erre valamit rá fog varázsolni. Csak ne tauntos, csak ne tauntos. De tauntos. Nem tauntos, okos. Az a támad. Jó. Hú. Jó. Ezt nem kell neki. Az meg csak tovább erősödik és erősödik. Nem baj, valamivel elintézzük. Viszont így már 9-et fogok a pofámra kapni. Nem baj, kirakom Sylvanast. Hát, ha elcsaklíz valami jó lapot. Au. Na nézd már, az meg azt erősítette. Na, hát akkor hogy legyen? Az itt a nagy kérdés. Szerintem kirakom Sylvanast, aztán lesz, ami lesz. Legalább izgulat, hogy melyik lapját szedem el tőle. Jó, ezt túl kell élni valahogy, ezt az offenzívát, és akkor jó vagyok. Le kell takarítani a bordját. Csak kéne egy Holinova, hogy őszinte legyek. Egy Holinovával jó lennék. Kérdés csak az, hogy most mit rak ki. 7 manáért? Nem mondod! Jaj, attól félek, hogyha most leütném Sylvanast, akkor hiába veszem el tőle. Vegyem el Sylvanast. Nagyon jó! Legjobb! Au, ez viszont nem annyira. Ez sem. És ez sem. Jó, avval a shade-del kell valamit akcióznom. Na most minden azon múlik, hogy milyen kártyát kapok. Jó, akkor egy kártyáját elveszem. De előbb ezt kirakjuk. Na várjunk, csak nem. Attól függ, hogy melyik kártyáját veszem el. Nagyszerű. Akkor ezt így.
És remélem nem lesz nála Swipe meg egy Starfall, mert az úgy cumiceci, de inkább magamon gyógyítok, az a biztos. Tehát a következő körben tudok még feltámasztani, plusz kijöhet a Dragon King Sorcerer Powerball Chill, de most még jól állunk, attól függ, hogy most 8 manáért nem, szerintem egy fát kirak. Nem, Swipe. Jó, ezt legalább nem az arcomba kaptam. Egy Wrath. Jó, és akkor most kettőt sérülök. Jó, hát ez a Swipe, az jöhetett volna arcba is, szóval még totál jól jártam. Hű, na, akkor most számoljunk, hogy is legyen. Támasszunk föl először valakit. Pont a legszarabbat, jól van. Jó. Akkor először magamon gyógyítok. Most tényleg kevés a HP-m, nem akarok beleszaladni abba, hogy kapok egy, mi ez, Moonfire-t, vagy valamit így az arcomba, aztán így nézek ki fejemből. Ó, panda maci, robomaci. Mark of the Wild, ujjaj. Az igen. Az igen. Na jó, akkor kezdjük el szépen a buffolást. Egy Holinovát nem. Jó, még mindig jó vagyok. Egy Whelp? Na, ez már jó, alakul. Na, ez itt eléggé fenyegető rám nézve, úgyhogy ezt itt leszedjük. És... hát... magamat gyógyítom inkább még mindig. Ezt a ráírok lapokat húzogatni, most úgyis kettővel többet húztam fel ebben a körben, ő meg kezd lemerülni, nekem még meg tele van lehetőséggel a kezem. Itt a kis sárkány, a Twilight Whelp. Őt egyébként azt tapasztaltam, hogy ha ő így az első körben a kezünkben van, úgyhogy van egy sárkányunk is, amire azért elég jó esély van, akkor az úgy egy nagyon jó leosztás. Jó. Takony halott, az is... oh. Nagy... Ó-ho-ho-ho-ho! Legjobb, legjobb! Limitless power! Jó. Ezt így... várjunk csak! Ez így talán még jobb lesz. Na, kit kapunk cserébe? Ó, na nézd már! Jó, és most Holinova! Csodálatos! Rohadt sok lapot húzunk! Na jó, kettőt sérülünk, de most már egy lappal szerintem nem fogja megváltani a világot. Akármi legyen az, nem fog tudni ártani nekem. Jaj, de cuki. Annyira cuki. Na nézzük, ezt itt leütjük. Milyen hangja van? Limitless power. Na, húzzunk tőle kártyalapokat. Starfall és egy macilaci. Kösz! Azt hiszem belátta. Na jó, még egy harmadik mérkőzés, csak hogy lássátok, kivel van dolgotok. És hát, ha 3-ból 3-at nyerek, és hát ez rangsorolt mérkőzés, szóval azért itt nem babra megy a játék, mint mondjuk egy szimpla casual mérkőzésnél, úgyhogy itt azért rendesen odafigyelnek az emberek, és úgy versenyképes paklikat vonultatnak fel. Egyébként ennél a sárkánypopnál több változatot is láttam így a neten, de alapvetően a lapok 80%-a az ugyanaz szokott lenni, tehát főleg a sárkány és a Black Rock Mountain-es lapokra értem ezt most. Na, ez így érdekes leosztás. Hát,
Hát ezzel a kezdőkézzel a siker már nem garantált, őszinte legyek, de még bármi megtörténhet. Na, manakukac. Érme és mirror image? Nem, még egy manakukac, ojjaj. Jó, jött a sárki. Erre még rávarázsolok egy kis HP-t. Csak hogy ne legyen olyan egyszerű dolga. És akkor nem tudja mondjuk egy frostbolttal leölni a sárkányomat. Ami hát nem lenne túl jó. Ráadásul még akkor felerősödnek a managilisztái. Na, ittom egy kortyot, mert kiszárad a torkom. Na, akkor lássuk, hogy mit lép, de legalább lehet, hogy ez nem mekmágus. Nem. Ez egy agromage, ahogy nézem. Ja, teljes mértékben szuper agresszívan játszik. Oké, akkor üssük le, amit le kell. Húzzunk lapokat. Nagyszerű, nagyszerű, nagyszerű. Dragonkin Sorcerer. Azt talán majd még később összetudom kombózni a Power Well Shield-e. Ó, oh, Mirror Image. Ez már nem annyira jó nekünk. Anyád. Jó, egy szuper agresszív mágussal van dolgunk, hölgyeim és uraim. Úgyhogy fel kell kötnem a gatyót. Na jó, az ott túlon túl erősnek tűnik nekem. Mim halt meg eddig? Egy sárkány. Ja, hát eddig csak egy sárkányom halt meg, úgyhogy ez még nem túl jó, ha itt bevetem a feltámasztás varázsigét. És most imádkozhatok egy Holinováért is. Hát itt is ugyanez a történet, hogyha ezt a néhány dögöt túlélem, akkor jó vagyok. Na, jó van, kezdődik. Egy, kettő, ne a bagyot. Jó, nem a bagyot. Hallelujah. Holinova, 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 please, Holinova. Nem, akkor Belcher. Ezen nem fog egy könnyen átverekedni, ha csak nem húzott fel egy bárányt, vagy egy Firebolt. Nem, volt nála egy Fireball. Jó. Azt leüti, legalább ezzel kéne valamit kezdeni. Nem szeretem ezt a mágust. Na jó, hát ha visszakapom a Belchert. Nem kaptam. Haj, haj, haj. Izera, hát ő még nem húz ki engem sajnos a szarból. És ez csak varázsol és növekszik. Aj, valamit ki kell ezzel találni. Arcane Intellect, a fene vigyel. Nem hiszem el, hogy az a malakukac fog engem kicsinálni. Jó, kéne még egy, nekem még a Power of Death is megfelel, tényleg, csak most már jöjjön valami. Ajajaj, nem jó ez így, nem jó ez így. Frostbolt, ó, hogy az a... Ice Lance. Az igen. Az igen. Ennek iszonyatosan nagy mázlia volt most. Nagyon jó leosztást kaphatott. Na jó, nem baj, hát ki is kell kapni egyszer, most akkor nézzük meg, hogy milyen lapok vannak a sárkány pap kezében. Dragon Priest. Íme. Még egyszer felhívnám a figyelmeteket arra, hogy ez túlnyomó részt Blackrock Mountain-ös lapokból áll össze, úgyhogy azokat bárki nagyjából egy hónap alatt ki tudja farmolni, és csupán egy darab vagy kettő ritkább kártya található benne, úgyhogy nem egy olyan elérhetetlen pakli
senki számára, se főleg, hogyha valaki már régebb óta mondjuk egy ilyen 3-4 hónapja azért játszik a játékkal. Na jól van, akkor nézzük. Power World Shield, ugye egyet húz és 2 HP-t ad a lényünknek. Igazándiból az összes ilyen buffolós kártya az nagyon jó szinergiában van a Dragonkin Sorcerer-rel, aki egy 3-5-ös lap 4 manáért, és minden egyes rá alkalmazott faráskártya után plusz 1 támadó és védőpontot kap. Tehát akkor egy Power World Shield-el már 7-8 HP-ja lesz és 4 támadó ereje, és így tovább, és így tovább. Ugyanez a szinergia igaz a Valens Chosen lapra, ahol pedig 2 támadópontot és 4 HP-t kap, plusz még egy spell damage növelést, tehát egy varázserő növelést, az a kártyalap, az a lény, amire ezt rávarázsoljuk, úgyhogy ez egy nagyon durva varázslap. Akkor a Nordshire Cleric már kötelező jelleggel minden pappakliba benne van, nagyon jó kis laphúzó kártya, feltéve, hogyha ki tudjuk használni, mert mostanság egyre nehezebb ezt alkalmazni, mert mindenki levadásza. Twilight Web, na ő egy nagyon jó kis kártyalap, hogyha a kezdő kezünkben benne van, egy manába kerül, és hogyha van a kezünkben még sárkányos lap, akkor 2 HP-t kap, tehát rögtön egy 2-3-as lapot kapunk akár az első körben egy manáért, ami szerintem abszolút nagyon jó árértékarány. Feltámasztás varázslap, ez is egy új kártya, a leütött kártyalapjaink közül egyet random feltámaszt. Azt meg a gép dönti el, hogy melyiket. Hát ez elsülhet nagyon jól is, például kapunk mondjuk, tehát lényegében úgy van ez a pakli összerakva, hogy 1-2-3-4 olyan lap van, de vagy inkább 5-6 olyan lap van, amivel ez hát bukó, tehát nem éri meg használni, de az összes többi más kártyalapunknál abszolút nyertünk vele, hogyha sikerül őket feltámasztani. Tényleg az összes többi az drágább, úgyhogy simán megéri használni. Tündérsárkányból van egy darab, hát ez egy 2 manás sárkány, és nem lehet betámadni. Iron Beak Owl, őt igazándiból a Silence miatt egyet beleraktam, de igazándiból ő is kiváltható, és ugyanegy egy darab Shadow Over Death. Itt ízlés szerintem lehet dönteni, hogy legyen inkább 2 Shadow Over Death, és akkor valamelyik lapot elhagyni a pakliból, mert szerintem az belefér. Toad Steel, hogy az ellenfél kártyái közül 2 lopjunk. Igazándiból ez is egy olyan kártyalap, hogy ha valaki úgy érzi, hogy inkább több Holy Novára, amiből csak egy darab van, vagy több Shadow Over Death-re van szükség, esetleg Resurrect-ből futtatna többet, akkor ezekből a kártyalapokból szerintem bármelyiket le lehet cserélni, mert abszolút jól jön ki. Illetve még lehet gondolkozni, hogy egy... Hol is van? Egy Dark Cultist-tal neme cseréli ki valamelyik kártyalapot, mert még az is jó működik, és azt is több pakliban láttam. Na, akkor Big Game Hunter, ugye a kedvenc, mindenki kedvenc Dr. Boomja ellen, illetve a nagy lények ellen szintén nagyon hatásos. Lényegében ez egy másik Shadow Over Death, ha úgy vesszük. Blackwing Technician. Ha van egy sárkány a kezünkben, akkor plusz 1 támadó védőértéket kap a megidézésekor, nagyon jó kis 3 manás kártya. Dragonkin Sorcerer-t őt már mondtam. Hungry Dragon, éhes sárkány, 4 manáért egy 5-6-os lap. Szerintem ez már magában egy nagyon jó árértékarány. Igaz, idéz az ellenfelünknek egy 1 manás lényt, szóval ezt azért mindenki így konstatálja a kijátszásakor, de igazándiból még így is megéri szerintem pakliban tartani. Holy Nova, azursárkányból is egy darab, szintén laphúzásra plusz egy varázssebzést is ad a képességeinknek, és hát így a Holy Nova és a Valens Chosen kombinációkat szintén nem győzöm eléggé hangsúlyozni. Blackwing Corruptor. Ha van egy sárkánylap a kezünkben, akkor megidézésekor 3-at sebezhetünk valamibe. Igazából ez egy mindenki számára elérhető sárkányos tűzelementál, tehát az a 3 sebzés szerintem nagyon erős. Sludge Belcher, szerintem őt nem kell bemutatni. Sylvanas Windrunner, hát a papoknál nagyon jó ez a kis oda-vissza lopkodom mind control-lal lapocska. Ő az egyik olyan ritkább lap, ami nem feltétlenül lehet meg mindenkinek. Kromágus, szintén így a laphúzásokkal szerintem nagyon jó szinergiában van, hogyha ki tudjuk játszani, hát és sárkány a lelkem, és végezetül a másik ritka lap, Izera,
ő is inkább így a játék vége felé lesz izgalmas, amikor esetleg már elfogytak a lapjaink, de ugye Izera minden kör végén generál nekünk egy álomlapot, amik közül azt hiszem 4 fajta van, és hát mindegyik eléggé brutális, úgyhogy tök jó így a végére, amikor már így kezd mind a két játékos így fáradni. És egy darab Mind Control, csak mert papkasztal játszunk, és miért ne. Úgyhogy ez volt a sárkány pappakli, használja mindenki egészséggel. Nekem tetszik, és így tényleg tök jó új papot látni, egy új paklit, és így tök hangulatos vele játszani, és tényleg én nagyon jól szórakozom vele mostanság. Na jó, akkor bontsunk! Azt mondja, hogy... 2 darab paklit kérnék szépen, köszönöm. És akkor drukkoljatok. Forog, pörög, forog a pakli. Ki tudja, hol áll meg, és kit hogyan talál meg. Vacak, kék, vacak, vacak, vacak. Jó, hát ez nagyon szép dust lesz ebből a sok kártyalapból. És végül a mai nap a második paklia. Remélem, ti is izgultok. Nézzük először a középsőt. Semmi. Egy kék. Semmi. Még egy kék. Jó, hát a mai nap akkor csak dustoztunk, de ettől függetlenül remélem, hogy mindenki jól érezte magát, tetszett neki ez a sárkányos pakli, és akkor találkozunk legközelebb, vagy egy új pakli bemutatóval, vagy egy kihívással, majd még kitalálom. Addig is jó játékot, legyetek jók, sziasztok!